estét kívánunk, kedves hölgyeim és uraim! A ma esti film elején, tehát a Cséplő Gyuri elején, Schiffer Pál filmje előtt szeretném bemutatni vendégünket, Szilágyi Eszter, kulturális antropológust, szociológus doktorandusz hallgatott a Corvinus Egyetemről, aki sok terepmunkát végzett, tehát cigánykutatásokban részt vett, jelenlét alapú fejlesztéssel foglalkozó több projektben és több intézményben, meg legalábbis így történetileg így össze lehet foglalni. Erről a témaközpontú beszélgetésünk során majd lehet őt kérdezni. De első körben szeretném bemutatni néhány szóban a ma esti filmünk rendezőjét, Schiffer Pált, aki a dokumentumfilm felől érkezik a budapesti iskolához. Tulajdonképpen ennek az iskolának a delelő pontján, tehát kapcsolódik be ezzel a filmmel, a 77-es Cséplő Gyurival, és azt kellene mondani röviden az ő módszertanáról, kicsit most átveszem a filmes részt, és akkor te majd a szociokulturális dimenziókkal fogsz foglalkozni, tehát ő nem a játékfilm felé érkezik ide, hanem tehát egy olyan módszertannal kísérletezik, tehát hasonlóképpen, mint a Fagyöngyöknél láttuk, tehát hogy ott a fikciós dimenzió az volt, hogy dedramatizálta, az állapotot próbálta megjeleníteni. Itt pedig azért pontosan egy dramatikus rendezés, tehát egy nagy narratív ívet fogunk látni a Cséplő Gyuri sorsában, de nem akarok előre szaladni. Három korszakra lehetne bontani Schiffer Pál munkásságát, tehát először a cigánykutatásokhoz kapcsolódó filmek, itt foglalkozik az ingázással, lakhatással, oktatással, mind a Kemény István kutatásaihoz kapcsolódóan, erről majd hallunk. Tehát ezek azok a filmek, ugye a Fekete vonat, a faluszéli házak, mit csinálnak a cigánygyerekek, és ez a darab, amit ma este látunk, ez a sorozatnak a vége, záró darabja, egy más módszerrel készül, mint az előző riportfilmek. Erről is még lesz szó. És aztán foglalkozik a paraszt élet, a falusi társadalom átalakulásával, és később aztán 90-es években pedig a rendszerváltás utáni kényszervállalkozásokkal, videóton sztorit lehet itt főképp említeni. Ezek hosszú dokumentumfilmek. Na de sokat beszéltem. Van egy fontos dokumentum, ami már a szociológiai filmezéshez kapcsolódik, a 69-es szociológiai filmcsoportot kiáltvány, amit ugye megfogalmaznak hát Balázs Béla stúdiós és más filmesek, hogy ennek a szociológus oldaláról mit jelent ez a kiáltvány? Valóban most én is elolvastam, már egyszer már korábban sikerült, de most megint. Ez megjelent a Filmvilágban 1969-ben. És nem szociológusok írták alá, hanem rendezők, operatőrök és írók. És azt kell tudni, hogy a szociológia, mint tudomány, többé-kevésbé intézményesült és megjelent a két világháború között, de 48-ban, mint burzsoá áltudományt, ezzel az indoklással megszüntették a képzést, ezhez kapcsolódó folyamatokat, intézeteket, és akkor a 60-as években szépen lassan kezdett újra alakulni a konszolidálódó kádárizmusban a szociológia, mint olyan, és újra alakult a Szociológiai Intézet, az MTA keretében, és az ELTE-n, a Corvinus Egyetem, ugye Marx Egyetemen pedig beindult a szociológia képzés megint, és már a 60-as években ugye elkezdték használni az eszközeiket, elkezdték kutatni a magyar társadalmat, és amikor 69-ben már lehetett olvasni az első eredményeket. Tehát, hogy egyrészt azt kell látni, hogy megjelent egy újfajta szisztematikus tudás a magyar társadalomról, és a filmesek részéről pedig ez a tény társult egy olyan igénnyel, hogy valami újfajta hitelességet és megalapozottságot kapjanak a filmek, a dokumentumfilmek. A kiáltvány így úgy indul, azzal kezdi, hogy hát azért eléggé személyfüggő és eseti az az ismeretanyag, amit az egyes korabeli dokumentumfilmek, illetve játékfilmek, filmezés mint olyan felhasználni, és hogy ehhez képest azért lehetne sokkal egy rendszerezettebb
tudást belevinni a filmekbe, és hogy elég ilyen, hogy mondjam, ilyen programírás, ilyen, szóval nagy terveket írnak le benne. Én tudomásom, nagyon ambiciózus ez a kiáltvány, és tudomásom szerint pontról pontra nem valósították meg. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy azt mondták, hogy a társadalom előre meghatározott fő kérdéseit fogják filmes csoportok lefilmezni, extenzív anyaggyűjtésbe kezdenek, tehát vizuális anyaggyűjtésbe, ezeket az anyagokat aztán, ezeket a vizuális dokumentumanyagokat szemináriumok keretében szociológusokkal együtt majd kielemzik, átszűrik, megvágják, adott esetben írásokat is tesznek mellé, és ezt a stúdiók, a filmstúdiók rendelkezésre fogják bocsájtani. Ha ez így pont minden pontjában nem is valósult meg, ugyanakkor az a szemlélet, hogy a szociológiai típusú tudást alkalmazni, bemutatni kell a filmkészítésben, ez nagyon erős lett, és a társadalomtudósok, szociológusok és a filmesek közötti kapcsolódásnak voltak ugye még később is, ahogy én olvastam, ilyen intézményesülési próbálkozásai, tehát ez a 81-ben volt az, hogy a társulás stúdió létrejött, ami pont ugye a társulás, szociológusok és filmesek között, tehát így társultak, és egyrészt mondom, tehát, hogy például, amit mondott Elemér, hogy lakhatás, Schiffer Pál neki fogott, bemutatta a lakhatás kérdés, utána akkor oktatás, hogy milyenek a cigány gyerekek az iskolában, mit csinálnak a cigányok az iskolában, ez a címe ennek a rövidebb dokumentumfilmnek. A Cséplő Gyuri az pedig a munkavállalás és az a kapcsolatos földrajzi mobilitás. Tehát, hogy ezek olyan témák voltak, amiket egyébként leírtak szociológiai elemzések. Úgyhogy ez az egyik, hogy ezeket a témákat így végigvenni szépen, és akkor készíteni róluk filmet. A másik pedig egyfajta módszertani megújulás, hogy a filmnyelvi megújulás, amit én úgy tudok mondani, hogy eleve egy, a filmkészítést nagyon sokszor egy hosszas terepmunka előzte meg, amit úgy lehet értelmezni, mint egy szociológiai, én antropológusként úgy mondanám, mint egy antropológiai terepmunkát, jelenlét, ott vagyunk, együtt lakunk, rengeteget beszélgetünk, a kamera alig forog, aztán szépen lassan elkezdik. Tehát ugye ezért kvázi szociológiai módszertan. Röviden ennyi. Igen. Igen, tehát ez a szociológiai érzékenység az nyilvánvalóan átitatja a budapesti iskolát, de itt kifejezetten is nagyon erősen megvalósul. Ugye Schiffer Pál hosszan dolgozik, ugye Juhász Pállal is, vagy Magyar Bálinttal, de itt a hosszas terepmunka előkészítése során, hát mondhatni, ugye a kemény István kutatásokhoz kapcsolódik. Erről, hogyha hallhatnánk tőled. Jó. Annyit visszatér a Juhász Pál, ő a magyar paraci társadalomnak a leírásának egy jeles alakja, közgazdász, szociológus, közgazdász, és ő ugye a magyar paraci társadalom változásai, hogy van az a sorozat, dokumentum, sorozat, program, blablabla. Na mindegy, tehát hogy ő nem a cigányfilmeknél, hanem a későbbi paraszti élet változásai. Igen, van, igen. Abban dolgoztak együtt, Kemény Istvánnal viszont a Schiffer Pál a pályája kezdetén találkozott, és azt tudom, hogy amikor Kemény István elkezdte ez a cigány kutatása, 70-től kezdte, az első országos reprezentatív cigány kutatás volt. Mondjuk ezt tekintsük úgy, hogy előzetesen a dualizmus idejében 1896-ban volt cigány összeírás, de utána egyáltalán nem volt ez a téma körbejárva. Ilyen szempontból ez nagyon fontos, és mai napig sokat hivatkozott kutatás, és akkor 70-ben elkezdte Kemény István, akkor toborzott maga köré nyilván munkatársakat, és Schiffer Pál sofőrként, mindenesként becsatlakozott. Nem is kérdezőbiztosként, hanem mondom, tehát itt kezdte, ahol tudta kezdeni, és akkor 2 évig ott járták együtt a vidéket, és a Fekete vonat, az első Schiffer Pál film, ott ő még nem Kemény Istvánnal dolgozott együtt, Vég Antallal dolgozott együtt, aki ilyen szociográfiai író lett aztán, de már Kemény István hatás mindenkit érződik rajta, ugye az ingázást mutatja be ez a film, a cigányok nagy tömegben hogyan utaznak hétvégén haza és vissza Budapestre a munkahely és a család között.
Viszont a utána következő három filmben pedig Kemény István konkrétan vagy a forgatókönyvíró lett, vagy egy ilyen kultudományos tanácsadó lett. Fogjuk látni, hogy a Csiplő Gyuriban forgatókönyvíróként szerepel a neve. És még egyszer a három film az első, az a Faluszéli házak, a lakhatás kérésé dolgozza fel, a második az a... Első a Fekete vonal. Igen, de az még a Végantal, és akkor utána a Faluszéli házak, ami már közvetlenül Keménnyel dolgozott együtt, mit csinálnak a cigánygyerekek, az is, és ez a harmadik, a Csiplő Gyuri, ahol már ketten együtt dolgoznak. Aztán ugye Kemény Istvánt pont a cigányság kutatásai miatt, illetve volt ezzel párhuzamosan egy szegénység kutatása, indexre helyezték, tehát ilyen fokozatosan ellehetetlenítették, hogy nem volt szabad publikálni, nem vezethetett kutatásokat, elvesztette az állását a Szociológiai Intézetbe, úgyhogy ő, amikor megvan a 77-ben, amikor vetítik először a Csiplő Gyurit, akkor ő pont Párizsba emigrál. És akkor ez annyi az érdekessége még ennek a Kemény István kutatásnak, ebből a filmnek a film szempontjából, ahogy én most megnéztem a Csiplő Gyurit megint, tehát hogy én is mellé újra elővettem ezt a Kemény kutatást, hogy ilyen tézis mondatokat, hogyha megnézzünk a kutatásból, látjuk ebben a Csiplő Gyuriban ismétlődni. Szóval elképesztően, mint hogyha egy illusztrációja lenne ennek a kutatásnak a Csiplő Gyuri. És akkor ebben esetleg majd részletesebben is belemehetünk, hogy mik azok a pontok, amit a cigányság helyzetével kapcsolatban fontosnak láttak megfogalmazni. Igen, a kiáltványban van egy ilyen talányos mondat, vagy nagyon gazdag jelentési mondat, hogy a megismerő analízis válik a film formaképző erejévé, vagy a filmforma részévé. És hát Schiffer Pál is azt mondja, hogy a úgymond riporteri technikával készülő rövid dokumentumfilmjeivel elégedetlen, és egy új módszert vezet be, és ez a szituációs dokumentumfilm. Tehát itt egy olyan történetet fogunk, nagyon fontos a főszereplő személyisége is, és a történet, ami valószínűleg a terepmunkák során, vagy a szociológiai kutatások során ez a történet típus feláll, és ezt tulajdonképpen animálják, moderálják, segítik, vagy megtisztítják a helyzetet, hogy ez meg is valósuljon. Ezt lehetne mondani röviden ennek a szituációs dokumentumfilm formának. Schiffer Pál ezzel tulajdonképpen el is határolja magát a játékfilm felől közelítő többi, mondjuk Dárda István féle, Tar Béla féle budapesti iskolás filmektől. Tehát látjuk, hogy ez a csoport nagyon sokszínű. Itt tényleg mondhatni, tehát a leginkább szociográfikus film, mondhatni filmszociográfiát látunk, mégis jellemző egy mesenarratíva, valaki elindul, nem akarom elmondani, meg fogjuk nézni, és azt kérdezném még, hogy akkor ez a tézisek, tehát hogyha én nem nevezném illusztrációnak, mert hogy valahogy ott vannak váratlan események is, vagy vannak érdekes helyzetek, amik beépülnek a filmformába, tehát az analízis tényleg beépül. Mégis milyen tézisekre gondolsz, mire figyeljenek a közönség? Milyen elméleti megfontolásokra? Most hagyjuk a dramaturgiát. Jó, egy kicsit jó. Annyit még a módszertanra haszabbat, hogy nagyon én antropológusként a szociológusok nagy részét úgy látom, hogy módszertanban a statisztika, illetve a nagy számban kitöltött kérdévekből nyerhető adatokra koncentrálnak, és Kemény István viszont egy jelenlét, tehát hogy egy olyan terepmunka megvalósítója volt, például ebbe a cigánykutatásba is intenzív interjúkat, ilyen mély interjúkat készített, ami nem volt szokásos annyira abban az időben, aztán később főleg nem, tehát nem az volt a fő módszertani megközelítés, részrevéses megfigyelés, mély interjúk, szóval, hogy ilyen szempontból ez egy referencia a kutatás és a film között, intenzív terepmunka. A szinte témában, antropológiai igen, módszeret. Igen. A témában pedig, ugye ez a kutatás nem volt különösebben előzményes, sem ilyen szisztematikusan, szóval hogy ez írja le azt, hogy milyen alacsony az iskolázottság a cigányok között, hogy adatolva kimutatja azt, hogy a minden esetre a szocialista nagyipar milyen nagy arányban felképes szívni ezt a
aluliskolázott cigány réteget. Ugye Cséplő Gyuri, ő lesz az, aki három osztállyal elmegy Budapestre, és ott így fogalmaznak, hogy hát végtére is szüksége van rátok, rád és a hozzád hasonlókra, tehát a, mondjuk az építőiparban, hogy fogjátok ezt hallani, vagy fogják ezt hallani, elnézést. És tehát, hogy ilyen szempontból ő megtestesít egy tipikusnak mondható életutat, ami akkoriban lett jelentős. Vagy például az is, ahogy néha azért ő vagy a barátai úgy eleltünedeznek, hazamennek, egy 10 napig nem voltak a munkahelyen, ez is erről is Kemény István részletesen ír, hogy többek közt azért is mennegettek haza, mert mezőgazdasági idénymunkák, vagy ilyen kereskedéssel kapcsolatos mindenféle idénymunkák azért hazaszólították, és az alacsony keresetet, amit a segédmunkás lét biztosított, azt nem ártott kiegészíteni mellékesekkel, és akkor nagyon sok esetben ez úgy nézett ki, hogyha attól függ, milyen munkahelye volt, hogy mennyire volt rugalmas, mennyire nézte el neki, de hogy próbálták belepasszírozni a munkás létmódba azért a kiegészítő egyéb kereseteket is. És ami nagyon fontos ilyen tézis, hogy azt mondja Kemény István, hogy a cigányságról kulturális egységként nehéz beszélni, főleg nem úgy, mert annak idején mondjuk ezt olyanokat mondogattak, hogy a cigányok beszélnek egy cigány nyelvet, és akkor a nyelvi önazonosság mentén lehet a kulturális azonosságokat és autonomiákat építeni. És akkor azt mondja Kemény István, hogy nem, és hogy 70%-a cigányoknak magyarul beszél, nem beszél cigányul, nincs egy közös kulturális nyelv sem és kultúra sem. Ehelyett az egész cigány kérdés inkább, sokkal inkább egy társadalmi réteg kérdés, és sokkal inkább egy szociális kérdés, és hogy ilyen szempontból tudatos én szerintem az, hogy ebbe a filmbe majd nézzék, figyeljék azt a beszélgetést, és a Cséplő Gyurinak a reakcióit, ami zajlik a téglagyári közös udvar. Szóval van egy ilyen munkás kolónia jelenet, ahová úgy kicsit kiesik a narrációjából, tehát a film narrációban nem, különösebben nem illeszkedik bele, úgy mellékesen odatéve Cséplő Gyuri és a kamera, és akkor mellékesen látjuk, hogy milyen egy ilyen városi munkásgettó, és hogy az hogyan olyan, mint egyébként egy cigánytelep, és közben ott nem is cigányok laknak föltétlenül, és akkor hát ugye az a közös bennük, hogy mind szegények, és hogy a szegénységnek van egyfajta kultúrája, ami közös, és azon belül, nem is így fogalmaz pontosan Kemény, hogy a szegénység egy ilyen szubkultúrát alkot, azon belül, hogy is mondja, tehát ilyen mintázatot, most nem itt eszembe, pontosan azt mondom, hogy eszembe itt, szóval, hogy azon belül egy kis színezetet alkot csak maximum a cigányság kultúrája, de nem egy önálló, megfogható kisebbségi kultúra. Tehát többféle cigány kultúrát látunk itt a filmben is egyébként megjelenni, de itt főleg akkor a szegénység, tehát a szociális problémák és a szegénység tematika az, amire helyeződik a kemény kutatások alapján. Na de ez is tabu kérdés volt, a szegénység a Kádár korszakban, úgyhogy ez nagyon sok rétű film, és fogjuk akkor még ezeket a rétegeket hámozgatni a film végén, hanem még befejezésre egy idézetet szeretnék felolvasni Kemény István, nem, Siffer Páltól, hogy mire, tehát amikor módszert váltott a riportfilmekből, a szituációs dokumentumfilmbe, hogyan fogalmazza meg, mert ugye mondjuk egy történet, egy olyan szereplő, akire azonosulhatunk, azt mondja, az előítéletek ellen nem lehet észérvekkel harcolni, ugyanis az előítélet maga irracionális. Rájöttem arra, hogy még a racionális érveimet is más módon kell közölni, emberi történetbe ágyazni. Ha a film hat érzelmileg, akkor másodlagosan az érteremre is hatni fog. De az is eredmény, ha csupán annyit sikerül elérnem, hogy rokonszenvet ébresztek szereplőim iránt. Pontosan tudtam, hogy nem cigányfilmet kell csinálnom a Cséplő Gyuriból, hanem abból kell kiindulnom, hogy hogyan képes valaki emberi méltóságát megőrizni akkor is, ha a társadalmi hierarchia legalján helyezkedik el, legyen cigány vagy magyar. Jó szórakozást a filmhez! Kemény István féle teória, szegény kultúra, szociális probléma, mint tézis. Hát azért ezen túl sok olyan antropológiai, romológiai ismérvet is felfedezhetünk a filmben, de kérdezném a közönséget először, hogy milyen élményük volt ezzel a remek filmmel kapcsolatosan, milyen kérdés vagy hozzászólás, vélemény fogalmazódott meg önökben? Nagyon tetszett. Szeretném megkérdezni, drága, hogy mi van most a Cséplő Gyurival,
és hogy ő vajon, hogy ezt szóval, hogy elmondta-e, meg jó lenne, hogy elmondaná, hogy ő neki, hogy ez volt a terve, ugye, hogy tanuljon, és hogy visszajött Pestre, és akkor utána mi lett vele? Sajnos a valós történet nem ennyire pozitív kicsengésű, hogyha lehet ezt mondani a filmre, hiszen a film bemutatója után pár hónappal ő meghalt. Jaj! Betegségben, valószínűleg ez a tüdő, ahogy a családjában is, a testvére is, tehát értem. Elhunyt. Elkezdett egy házat valóban építeni, ha jól tudom, OTP és kölcsönből, ami a filmben is elhangzik, de én ennyit tudok a Cséplő Gyuri nem is utóéletéről, utóhaláláról sajnos. Hát köszönöm szépen, meg azt szerettem volna megkérdezni, hogy meg lehetett volna őt hívni, hát akkor nem, hát sajnos, hogyha elhúgy. Hát fiatalon? 25 évesen. Mennyi? 25. Ugyanúgy, ahogy a rendezői Schiffer Pál is 61 néhány évesen, tehát mondhatni korán hunyt el, nem tudtuk őt sem meghívni. Volt a rádióban a múltkor egy nagyon jó műsor, egy órás műsor volt, és kimondottan egy cigány fiúról, és ő ezt elmondta az életét, de csodálatos volt, végig sírtam, hogy ő is ugye azt mondta, hogy nem, azt mondta a szüleinek, nagyszüleinek, én ezt tovább nem csinálom, ti csak ugye feküdtök évek óta, ezt látom, csak feküdtök, vártok, de ez meg is történt, csak vártok a segélyre, én ezt nem csinálom, én elmegyek. És elment, és oda ment a gyárhoz, nem engedték be. Oda ment háromszor, négyszer beengedték a gyárba, végül summa-summarum igazgató lett. Tessék elképzelni, igazgató lett cigány, és ez igaz, ez megtörtént. Igazgató lett, polgármester lett, és nagyon-nagyon sikeres ember lett belőle, és azt mondta, én cigány vagyok, de én másképp akartam élni. És ez annyira tetszett nekem. Szóval, hogy van ilyen, hála jó Istennek, aki azt mondja, hogy nem, én nem akarok segélyből élni, hanem tanulni akarok, és többre szeretném vinni, mint ahogy a szüleim, meg a nagyszüleim. Ezt látom. Itt feküztök, hát keljetek föl, fölkeltek, elmentek a kocsmába. Én ezt nem csinálom. Szóval van ilyen, hála jó Istennek, hogy többet akar, és tanul, és többre viszi. Nagyon szépen köszönöm, és sok sikert kívánok Önöknek még. Sok is, ilyen szép is köszönjük, filmet. És köszönöm a szép történetet szépen. Köszönjük, és akkor úgy hallom, hogy meg is őrizte az identitását, akkor az igazgató úr, a cigány identitását. Igen. Megőrizte erre? Igen. Erre akkor reflektáljunk. Sajnos nem tudom a nevét, de hát az csodálatos, és imádják, és azt mondja, hát de nem, nekem nem kell félni, bárhova elmegyek, én tudok velük beszélni, azt mondja, gyertek be, mondjátok el, mi a probléma. Mi az, hogy nem akartok, nem akarunk dolgozni, meg nem akarunk még az általános se elvégezni. Érti? Szóval legalább azt mondja, legalább az általános iskolát végezzétek el, akkor tudok rajtatok jobban, de van olyan, aki meg egyáltalán nem akarja. És azt mondja, ő is, én is cigány vagyok, te is cigány vagy, de értsétek meg, én is úgy vittem valamire, hogy úgy határoztam, hogy tanulok. Ez annyira tetszett, szóval ez csodálatos volt, és ez igaz. Ez nem novella, hanem ez megtörtént, most történt meg Magyarországon. Köszönöm szépen, és nagyon köszönjük. Szeretek idejönni Önökhöz. Szeretek köszönjük idejárni. Szépen. Köszönöm szépen. Oktatás, mobilitás. És szabad erre reagálnom annyiban, hogy nem tudom, hogy ismerik-e, a filmben volt egy jelenet a Rákospalotai Cigányklubban, játszódott, és hogy ismerik-e azokat a személyeket, felismerték-e ők most neves, ilyen roma közéleti személyek ültek ott az asztalnál. Tehát ott ült Dalóczi Ágnes, Csoli Dalóczi József, ott ült Péli Tamás, ott ült Básony János, most nem tudom, ja, és a Lojko Lakatos József, és akkor ők ilyen festők, írók, politikusok, ez a vonal, és nekem az volt nagyon megrendítő, hogy tehát ott 70-es években gyakorlatilag ők voltak az első értelmiségiek, de ténylegesen, tehát ilyen úttörők voltak, és hogy annyiban reagálnék őre, hogy most vannak, több, hogy így fel lehet mutatni, így számszerűleg is sokkal többet. És most éppen egy ilyen roma szakkollégiumban dolgozom, az azt jelenti, hogy cigány egyetemisták. Miskolcon van ez a szakkollégium, és vagyunk 25-en.
Tehát, hogy, és ez most már nem egy ilyen elszigetelt eset. És nekem nagyon izgalmas volt azt nézni, hogy mondjuk ez a Lojko Lakatos József hogy beszél, hogyan viszonyul a saját iszonyat missziótudattal rendelkezik, hogyan viszonyul a saját sorsához, hogy nekünk kell megoldani, meg hogy ha megtaláltok minket, akkor itt esetleg kaptok megerősítést, de hogy mennyi üzenem, ezt nem tudom én. És hogy ahhoz képest továbbra is ilyen nagyon küzdelmes és egyedi sorsok vannak a mondjuk a szakkollégistáink esetében, ők is első generációs értelmiségiek lesznek, általában 8-osztályos vagy 6-osztályos végzettségűek a szülők, és hát van egy-két esetben van a szakmunkás végzettségű szülő, egy esetben van ilyen felsőfokú az anyuka, tehát nagyon sokat minden nekik is így nem tudom, nagyon kell adaptálódni. Eleve bekerülnek vidékről, általában Cselehátról jönnek, és akkor mondjuk ilyen falvakból is bekerülnek egy megyeszékhelyre, és ott hirtelen egyetemi világ, tehát az is nagy szó. De nem olyan az egész mégsem, mint volt, nem ugyanez a szöveg, nem ez a fajta úttörő öntudat, meg ez a fajta tapogatózás, és nem úgy tájékozódnak a városi környezetben, mint Cséplő Gyuri, hogy ott a telefont néz, és hogy kell használni. Szóval nekem ez nagyon ilyen érdekes élmény volt, ez az összevetés. Vannak cigányvezetők, értelmiségiek, polgármesterek, ami viszont érdekes ebben, hogy, és pont az ilyen roma szakkollégiumok ebben segíthetnek, hogy amint megtehetik, nagyon sokan nem vállalják, ha elrejthetik, akkor elrejtik a cigány mi voltukat. És ilyen értelemben el is tűnnek a közvélemény előtt, mint cigányok. Ők akkor mondjuk csak simán pedagógusok lesznek, vagy akárkicsodák. Tehát valahogy nem tudják ezt összeegyeztetni egy ilyen büszke cigány öntudattal. Mint és ami hogy, Gyuriban, és hogy ez a, Gyuriban volt. Igen, és bocsáss meg, igen. Hogy Gyuri elég érdekes, mert hogyha visszaemlékszünk a film elején, azzal kezdi, hogy szégyellem azt, hogy cigány telep lakója vagyok. Tehát alapvetően a cigány létéhez egy szégyenérzet társul, ami vegyül egy csomó büszkeséggel és méltósággal, nem tudom mennyire látták így, amikor próbálgatja többieket a szerint, hogy ki mennyire cigány, olyan értelemben, hogy ki mennyire tud cigányul beszélni, amikor cigány haverokat, barátokat keres, adott esetben cigány barátnő. Tehát ő, én szerintem ilyen értelemben elég jól megmutatja azt a kettősséget, ami a cigány mi volt megéléshez kapcsolódik. Tehát egyrészt egy szégyen érzet, amit mondjuk az okoz, hogy interiorizálják, tehát hogy magukévá teszik, belsővé teszik a stigmákat, amikkel kapcsolódnak a cigánysághoz, másrészt meg próbálnak építkezni. És az az érdekes, hogy Schiffer Pál ezt állítólag több helyen mondja, hogy ő szánt szándékkal arra helyezi a hangsúlyt, amikor a cigányfilmeket készít, hogy szegénységi problémaként mutassa be, és ezt azért szánt szándékkal, hogy a előítéletes társadalmi megítéléshez képest arra hívja fel a hangsúlyt, hogy nem valamiféle kulturális sajátosság miatt van az, hogy a cigányok ott vannak ahol, hanem ez egy ilyen szociális kérdés, ahol vannak, és ilyen értelemben nem különböznek nem cigány szegényektől, és nem azért van, mert a szokásaik miatt ők akkor nem hajlandók dolgozni, hanem higgyék el, hogy ez más nem cigányoknál is így van. És ehhez képest viszont nekem az volt az érdekes ebben a filmben, hogy ahhoz képest a cigány kulturális elemek előjönnek a filmben. Nagyon szerintem központi témája a filmnek az, hogy Gyuri hogyan éli meg a cigányságát. Tehát mégiscsak egy ilyen cigányfilm, szerintem. Nyilván sok folklasztikus elem, a Wieg Rudolf zenegyűjtését halljuk a film elején, végén. És ott van ez az interiorizáció, tehát hogy amikor a téglagyári közös udvar jelenet. Tehát ugye az, ami a cenzúra farigcsálta, és kivettek belőle egyre többet, de mégiscsak benne maradt, ami a tulajdonképpen a népmesei narratívában nem is illik bele, tehát ez kilóg ugye a film, de mégis egy kulcsjelenet, azt hiszem. Tehát ott azt látjuk, ugye, hogy akkor maga Gyuri mondja, hogy azt hittem, hogy valami cigányok laknak itt, és akkor ő ebben egy identitás repedést él meg, vagy egy többségi előítéletes mintát fogalmaz meg, vagy ezt te hogy látod ott? Hát igen, hogy valahogy talán úgy fogalmaz, hogy cigány módot tart
tartják? Tehát, hogy a szegény mód, az cigány mód. Mi abban a közös udvarban, tudják, az a téglagyári munkás kolóniában, mi a cigány mód? Az, hogy kevesen van, vagy a sokan vannak egy helyen, kicsi a tér. Tehát, hogy igazából mi abban a cigányos? Az a cigányos, hogy szegény és zsúfolt, és sokan vannak. És hogy ilyen értelemben ő magáévá tette azt, amit mond a többség körülötte, hogy a cigányság egyenlő szegénység és nyomor. Tehát, hogy igen, ez mutatja azt, amikor magáévá teszi, azonosul azzal a külső meghatározással. És pont ott van az egyik etnikai előítéletes konfliktus jelenet a kocsmán kívül, tehát pont ott, mintha tényleg ebben a mély szegénységben ez megint csak jobban előfordulna. Tehát, hogy ez is, mintha a szociális hátrányokból fakadóan ennek, az lenne a táptalaja. Az mennyire volt megrendezve? Tehát, hogy nekem úgy tűnt, hogy ott a cigányok így tűrik azt, amit így rájuk szórnak így a többiek, és nem tudom, hogy ez a rendezés, vagy ez egy teljesen, nyilván nem teljesen spontán jelenet, de hogy mennyi volt ebben a szereplőkre bízva, vagy mit mondanak, meg hogyan mondják, és mennyire volt a cigányokra bízva, vagy mennyire tűrik, vagy szóval ez egy ilyen mindennapos jelenet volt, esetleg ott német Újfaluba, vagy nem tudom, a kocsmába, vagy ez inkább a rendezésnek köszönhető. Én azt érzem, nem tudok pontosan, de azt érzem, hogy nagyon jó, hogy megkérdezte ezt a helyzetet, mert ott pontosan látszik a bevilágítás, látszik a mikrofon, ugye? Tehát ott konkrétan látunk egy olyan jelenlétet, ahol a rendező felvállalja, tehát a vágás során, a szerkesztés során az, hogy igen, ez egy, ott vannak a filmesek, tehát nem akar láthatatlan lenni. Én azt gondolom, hogy ott ez a jelenlét jó értelembe vett provokáció, tehát ez a fajta, hogy is mondjam, cinemaverítés, vagy rusféle technika, hogy ugye maga a filmezés ténye kihoz véleményeket. Én azt gondolom, hogy itt erről van szó, de én más jeleneteknél inkább érzem azt, hogy rekonstruált. Maga Schiffer Pál is mondta, hogy Gyuri a vége felé, a filmforgatás vége felé nagyon belejött a színészi játékba, tehát ahol önmagát adja, és bizonyos jeleneteket akár 2-3 variációban is megcsináltak. Tehát ott például az teljesen, tehát a vége, erről beszéljünk, szerintem nyitott vég, ugye a mese történt, hogy hazaér, túl van a megpróbáltatásokon, kitanulta, amit meg akart, megtudta, aztán mégis elindul, ugye, de az ott egy eljátszott dolog, vagy ahogy a sógor szerintem ott fütyörésze megkérdezi, tehát ott az ott inkább rendezett. Ez a kocsmai nekem, ez inkább, az olyan éles, hogy ezt nem lehet, hogy tehát ott szinte tényleg izzik a levegő, és hát ezt elérni, hogy mondjam, csak tényleg színészi játékkal, bármilyen amatőr színészkedése. Ja, de a kérdés, hogy a cigányok mennyire tűrik? Hát nem tudom, valószínűleg, hogy megszokták. Van ott az a hosszú arc, ami az a premier plánot hoz, aki az a sógor, megjelenik a végén is szinte, ugye, ő már akkor figyeli Gyurit, aki megvédi azért a közösséget, hogy nincs igazsága ezzel a dökhuttal, stb. Az a tekintet, én azt gondolom, hogy tudja, hogy filmezik, és ugyanakkor pedig benne van az ellenállás melankóliája, hogy így mondjam. Tehát szerintem nyilván kisességben vannak kirekesztve, és hát ez a hagyományosan a cigány-paraszt ellentét, ez ott egyértelmű. Pont lehet mondani, a Kemény István is azt mondja, a városi ipar az, ami inkább toleránsabb, inkább befogadóbb, és itt fel lehetne most tenni azt a kérdést, hogy mi változott, tehát a Kádár korszak és a mai viszonyok között ebben a mobilitási lehetőségben. A film hatására változott-e valami? Tehát ez így visszatekintve társadalompolitikailag vagy szociológiai értelemben kitapintható-e? Igen. És hát nyilván az összes cigányfilmről beszélünk, vagy gondolok. Húha. Tehát nagyon nagy, tehát moziforgalmazásba került, és nagy nézőszámot ért el. 250 ezeret, igen. Papíron 250 ezeren nézték csak mozikban, plusz ankétok, rengeteg ankét volt, 60 ankét, vagy ilyesmi. De
Csak az, még annyira visszareagálnék, hogy én így amennyit sikerült olvasnom a film kapcsán, és még Schiffernek így a nem sok, tehát valószínűleg olvastam még, amit lehet, de hogy nem igazán beszél arról, hogy mi az, ami megrendezett, mi az, ami élesben megy. Erről nekem úgy tűnik, hogy olyan elegánsan hallgat. De hogy ez a kocsmenet valószínűleg valóban, ahogy te mondtad, tehát, hogy egy betett kamera kiprovokálja így a mondandókat, csak akkor, hogy ezek a parasztok azt hiszik, hogy ez kell elmondani ebbe a helyzetbe, és beindul. De úgy eléggé, hogy mondjam, egy betanult készlet, szóval nincs gondjuk, hogy megkeressék az érveiket én értelemben spontán. És meg hát azért az alkohol ott jelen van azokban a mondatokban. Hogy volt, volt, ami talán érdekes, csak itt pont a cigányfilmek kapcsán nincs akkora, tehát a filmnek a befogadás történetére sajnos nekem nincsen nagy rálátásom. Annyit így nagyon általánosabb azt mondani, hogy marha kevés hatása lehetett bárminek is, viszont ami egy picit így talán árnyalhatja, hogy a Budapest iskolás filmek kapcsán megvolt a társadalmi forgalmazás gyakorlata, ami annyit jelent, hogy az egész így nem egy ilyen passzív befogadót feltételezett, hanem azt, hogy adott esetben visszavinni azokhoz az intézményrendszerekhez a filmet, amelyekről szól. Itt is úgy tudom, hogy az ankétok kapcsán, hogy ki is voltak rendelve, tehát nem biztos, hogy olyan jó volt emiatt a befogadás, hogy kötelező program volt, de hogy megnézték iskolák, tanácsok, nem tudom ki. Tehát ez a Cséplőgyuri téma. De van erre adat, hogy utána konkrét intézkedések születtek? Így van, tehát hogy itt a társadalmi forgalmazás annyira komolyan vették, annyiféle beszélgetés indult a filmek kapcsán, hogy ilyen értelemben lehetett ilyen generatív, vagy hogy mondják ezt, ilyen katalizátor hatása, és például volt, amit most eszembe jutott, hogy beszélünk, hogy ott valami cigányembert mondja, hogy ez volt egy olyan fórum, amikor beszélgethettek az ő problémáikról, mert egyébként meg nem. És hogy akkor ott Schiffer Pál erre azt mondja, hogy ez elég szánalmas, hogy az ő filmje ad arra, az ő filmnek a vetítése apropó arra, hogy egyáltalán beszélgessenek mondjuk a faluvezetés és a cigányok. Amúgy cigányok kevesen látták, kevesen inkább az ilyen hivatalos apparátus. De hogy így eléggé necces történetek ezek. Annyiban, hogy a Schiffer Pál ugye erre azt mondja, hogy egy ilyen film, amit Elemér is felolvasott, hogy az, hogy elmond egy történetet, meg az, hogy megmutat egy személyt, aki nem tudom mennyire volt önöknek szimpatikus, nem tudom, nekem nagyon, tehát én úgy el tudtam vele lenni, és hogy a bizonyos értelemben az ilyen társadalmi távolságok, szakadékok feloldásában a racionális érvek nem föltétlenül használnak, hogy elmondani, hogy nem igaz, mert nem, az például sem föltétlenül igaz, hogy nem dolgoznak, hát akkor sok össze lehet rakni, hogy hogyan telik el egy napja egy dologtalan cigány embernek. Tehát, hogy csomó mindent így lehet adatolni, mondjuk, de nem biztos, hogy átmennek ezek. És akkor, hogy ez az érzelmekre ható, meg történetben elmondott, meg helyzetek lehet, hogy jobb hatást fejtenek ki, legalábbis Schiffer kifejezetten ezzel a tudatos céllal csinálta a filmet, és az, hogy van egy karakter, akivel tudsz azonosulni, és hogy ez lehet, hogy a 70-es években, most elég sok már a cigányfilm, de mondjuk, hogy a 70-es években egy frenetikus élmény lehetett, hogy ott magam rajta kapom azon, hogy egy mély szegény emberrel azonosulok. Mi közöm hozzá, és akkor lehet, hogy azt mondom, hogy hoppá, mégiscsak van. Tehát... Jó, nem átlagos ember, valóban nagyon tehetséges, nagyon érzékeny, intelligens, és végtelenül nyitott, és kíváncsi, és ambiciózus. De mégis a környezetnek a reakciói azért megmutatnak egy általános képet, tehát hogy hogyan viszonyultak a cigánysághoz, hogyan viszonyulnak akár most is, tehát aktuális film azért ez. Mégis vannak különbségek a Kádárkor és a mostani viszonyok között. Igazad van, elnézést, csak eszembe jutott, hogy kérdeztél valamilyen nagyot, hogy akkor hogy változott a mobilitás, ugye? Ugye ez a mobilitás pályák, hogy hát, hogy csak így Csépe Gyurinál maradva, mert ez egy túl hosszú történet, de hogy tehát, hogy például a Csépe Gyuri esetében az, hogy ő társadalmi ranglétrában mennyit mozdult, vagy mozdult-e,
Most ugye vele az van, hogy a való életben ő aztán mégis csak ott marad a falujában, én úgy tudom. Tehát, hogy én értelemben ebbe a városi ilyen proletárétekbe se kapcsolódik be véglegesen, csak kipróbálta magát, és arról se tudok, hogy a nagy tőkére tett volna szert, ami ilyen társadalmi rangvitrából igazán megemelte volna. Tehát nagyjából ő visszakerült ugyanabba a helyzetbe. Ami esetleg megtörténtett volna, és nagyon sok cigány esetében megtörtént a szocializmusba, azt úgy írják le, hogy mondjuk a társadalom alatti szintről felkerülni a társadalom legalsóbb rétegébe, de már a társadalom tehát a társadalomba ilyen rétegződés szintjén bekerülni. Tehát, hogy ez egy elég drasztikus, de talán kifejezi, hogy mi az a mobilitás, amit így el tudtak érni. Persze, akkor volt 10%-a a cigány férfiaknak abban az időben is, aki már szakmunkás volt, az már valami, és akkor eljutott a brigádvezetőnek, az nagyon nagy dolog. Tehát azért ez se egy ilyen egyértelmű történet, és ugye láttuk azt az összesen tucat értelmiségiből láttunk most hatot, aki még annál is felvitte, de ez egy ilyen korlátozott mobilitás, és ahhoz képest szép lassan, fokozatosan, hát így az iskolázottsági szint nő, és hogy az nagyon fontos, hogy a 80-as évek végéig azért egy ilyen nagy általánosságban a cigányság bekerül a munkás rétegbe, és az egy egyértelmű életszínvonal növekedésre jár, és amikor leépül a nagyipar, a szociális nagyipar, akkor viszont ebből kiesik, és vissza is, sőt, Ladányi, Szelényi azt mondják, ez egy újfajta szegénység, ami azóta történik. Nem is volt olyan szegénység előtte, az a típusú szegénység, ez tök új. Többek közt az a jellemzője, hogy visszaszivárognak a városba költözött cigányok, visszaszivárognak olyan térségekbe, olyan falvakba, ahonnan viszont az iskolázott, a mobilisabb réteg meg elmegy, szóval ilyen kontraszelekció történik, és hogy ott maradnak cigányosodó települések, ez kezdi magát gerjeszteni ez a folyamat, és akkor ilyen gettósodó térségeknél tartunk, most hogy például az van, és az, hogy a x-edik generáció nő fel abba, hogy nincsen rendszeres munkaviszonnyal kapcsolatos élménye, ez is egy tök új helyzet. Tehát így ez nem. Mert hogy mondjuk azt megelőzően, hogy volt a szocialista nagyipar, meg volt egyfajta cigány mesterségeknek a tárháza, ami szerint ott próbálkoztak ők lenni. Ugye? Tehát a cigány hagyományos mesterségre gondolok. És az viszont nem jön vissza már. Az a régi cigány foglalkozási struktúra, az teljesen időszerűtlen, és felszámolta rá, szükséglet nincs rá. Most hiába mondjuk, hogy kosárfonás milyen jó, és csináljunk tanfolyamot, de úgy... Itt egy bádogos láttunk itt az elején. Igen. Tehát, hogy van, még úgy megmarad a szocializmus úgy, ahogy, tehát ilyen, mit tudom én, 5%-uk, a Kemény szerint a 71-ben 5%-uk az, aki ezt a klasszik... valamit ilyen vándoripari engedéllyel ott próbálkozik a cigánymesterségekkel. Szóval, és hogy például, és akkor még egy iskolázottsága kapcsolatban még annyit, hogy mondjuk itt az elég erősen arról szól ez a film, hogy meglepő módon nem tudnak olvasni, meg egy-két osztályuk van, meg három osztálya van Csíplő Gyurinak, szóval tényleg nagyon durva. És hogy mondjuk mondjuk amikor a rendszerváltás volt, akkor az ilyen 15-16 évesek, tehát akik elvileg 8 osztály után lennének, annak a roma fiataloknak a korosztályából olyan 40%, 30-valamennyi, aki már 8 osztályt elvégzett. Tehát szép lassan így, tehát úgy kezdtek úgy beiskolázódni a cigányok, aztán most ott tartunk, hogy a 8 osztályt azt már majdnem annyian elvégzik, mint a nem romák, tehát most ilyen 93%-ban elvégzik a 8 osztályt, és mondjuk a nem romáknál 99, tehát ez már úgy szépen ez úgy felzárkózott. Csak ugye mit ér a 8 osztály, nem sokat. És akkor jön a középiskola, na hát ott már kevesebben, és így tovább. Szóval az a lényeg, hogy hiába, hogy összességében abszolút értékben, hogy mondjam, tehát ténylegesen magasabb az iskolázottságuk, csak közben átalakult a világ, és egyre inkább magasabb iskolázottságra van szükség. Tudásgazdaság, tudástársadalom, nem elég az adott esetben a szakmunkás végzettség sem. Tehát ez jó, ez nem ilyen egyszerű, de hogy egyre magasabb a képzettségi szint, ami a munkaerőpiachoz kell, és hogy csak mondjak egy dolgot, tehát mondjuk míg ma
az összmagyar társadalomnak olyan 70% környéke az, aki érettségit szerez, a cigányoknál ez 20%. És akkor az egyetemista, amiről itt volt is szó, az mondjuk a cigány, az a korosztály, akit ez érint, abban 4% jó. Tehát ez egy ilyen pozitív becslés szerint 4% kezdi el a felsőoktatást, és nem annyian fejezik be, és mondjuk egyébként a magyar társadalomban ez ilyen 35 körül mozog. Tehát, hogy tehát értelemben a szakadék megvan, sőt, másképp, de hogy... Tehát javulnak a mutatók, de az olló nyílik mégiscsak. Hát, hogy hogy most az a tét, hogy eljutnak az érettségig, és hogy a 8 osztályt már elbefejezik, de hogy ott a középiskola elmozsolódást nagyon nagy, az érettségihez való eljutás az a kulcskérdés. Ha érettségi eljut, akkor már jó eséllyel boldogul. Tessék. És hogyha van egy ilyen pozitívnak tekinthető tendencia, akkor ezen meglátszik a cigány telepeken, a cigány közösségeken is? Tehát, hogy mi tartja össze mai napig a cigány közösséget, nyilván a családon kívül. Tehát, hogyha előbb-utóbb meg lesz a 8 általános, lesz egy érettségi, akkor gondolom, hogy nem térnek vissza, vagy kis számban térnek vissza fiatal cigány emberek a közösséghez. És igazából az a kérdés is fölmerült bennem, azon kívül, hogy mi tartja össze manapság már a cigány közösségeket, az ennyire periférián mozgó cigány közösségeket, hogy mennyi egy ilyen cigány közösségnek az élettartama, tehát, hogy meddig tart egy cigány közösség, és aztán mi lesz, előregedik, vagy összeolvadások történnek, vagy megszüntetések történnek, szóval? Hát az, hogy annyira sokféle az, hogy cigányok hogyan élnek Magyarországon, szóval, tehát ilyen nagyon-nagyon sokféle, tehát erre így nehéz mondani valamit. Most erről hirtelen, hogy mondtad, az jutott eszembe, hogy panaszkodnak a cigányok, hogy az a fajta közösségi szolidaritás az nem működik úgy, mint akár csak 10 éve, és hogy a szomszédokkal nem tudják például megosztani a legalapvetőbb gondokat, így a cseráti asszony eszembe erről. Tehát én nagyon egyedi példákat tudok mondani, hogy ő csinál egy ilyen önsegítőkört, ami csak arról szól, hogy megbeszéljük a dolgainkat úgy, mint rég. És nagyon sok helyen, például a hajléktalan ügyben látszik az, hogy megszűnt az a szolidaritás, ami volt, mert mondjuk erről pont Elemér Mesél dolgozott ilyen területen, hogy 90-es években, vagy mikor dolgoztál ott? Igen, hogy megjelentek hajléktalanok. Tehát, akkor már voltak? Budapest elvétve, meg Debrecen. Elvétve tehát... voltak cigány hajléktalanok. Miért? Azért, mert a család befogadta. És most viszont vannak. Tehát, hogy ez egy ilyen mostani történet, hogy ez a közösségi egymásra hajatkozás, az bomlik fel, és akkor egy kicsit ilyen úgy többségi mintára kezdenek én értelemben működni. Szóval, hogy már az sincs, hogyha valaki nagyon vagy plusz évakhoz jut, akkor azt visszaosztja, a cserébe viszont számíthat arra, hogy a másikra ilyen nehéz helyzetben. Szóval, igen, és akkor mondjuk így helyette is sajnos strukturálódott úgy a cigány társadalom, hogy mondjuk a uzsora, tehát hogy inkább az van, vagy ez a nagyon durva ilyen tehát uzsora és még az egyéb társult iparágak, szóval szóval ez egy nagyon nehéz történet, amerre most ez halad, ilyen falusi szinten, meg ilyen iskolázatlan szinten, és aztán ezt, hogy visszamegy a saját közösségi, az az, akinek van érettségie, teljesen változó, én csak azt tudom erre mondani, hogy mondjuk pont a szakkorisaink kapcsán, meg úgy általában az ilyen cigány értelmiségi létben, hogy az ilyen baromi nehéz lelki teher. Főleg, hogyha kívülről még súlykolják, hogy neked vissza kell menni, és meg kell menteni bárkit is bármitől. Szóval, hogy ez nem ilyen egyszerű, az biztos. És hogy a személynek, az eldudott egyénnek a személyes döntése az nagyon fontos, hogy ő most nekem is kimondja meg, hogy hová menjek, vagy mit csináljak kiért, közösségfelelősséggel. Szóval ez ilyen, ha nyomatva van, az rettenet, és vannak is erre ilyen mentálhigiénés kutatást csinált például Szabolcs Kármán Judit, megnézett cigány értelmiségieket, és akkor ott adott százalékba, tehát szignifikánsan jelen volt például a depresszió. Szóval nagyon nehéz ezt a híd szerepet betölteni. Se oda nem tartozok, nehéz, máshová hogyan épülök be. Fú, nem könnyű. Ezzel kapcsolatban térjünk vissza ez a kulcsjelenet, ez a Rákos palotai cigányklubhoz, hogy ott
Ugye a film koncepciója szerint, tehát akkor a Kemény István tézise szerint, tehát társadalmi rétegek vannak, és szociális különbségek, ott, mintha tényleg azt látnánk, hogy a cigány értelmiség hiába fogadja Gyurit, még sincs az a kommunikáció, amire hát számítanánk. Hát mégis, hogy akkor ez tényleg a filmnek a konstrukciója, vagy pedig ahogy mondod, akkor tényleg ez annyira nehéz, hogy mit mondanál erről? Úgy tudom, az a kedvenc jeleneted. Igen, mondtam, hogy az nagyon az külön filmet kellett volna, vagy kellene, vagy már nem lehet, arról készítettél a cigányklubról, legalábbis engem ez így marhára megérintett, és érdekes volt látni, főleg úgy, hogy például Csoli Daróczi Józsefet ismerem már így más mostani kiadásban, vagy hogy mondjam, és nem tudtam róla ilyen alap dolgokat, hogy 5 osztályra kezdte, és 32 éves korában érettségizett, tehát elég érdekes történet. Tehát, mint hogyha ugyanaz az utat járnál, mint Gyuri, vagy nem? Igen. És mégsem találják a hangot? Hát vagy? Ott az így, igen, ott... szerintem Csoli Daróczi egyébként még úgy találná is, tehát a Zsépő Gyurival a hangot, és pont ezt a közös sors közösséget emeli ki, hogy én is ugyanúgy indultam, ugyanúgy esti iskola, tehát ugyanaz az az élet. Van az a Lojko Lakatos, aki tényleg értelmiségi léthez kapcsolódó nyelvi kódot használ, és akkor szegény Gyuri ott nem tudja, hogy mit kérdeznek tőle. Meg ott azért úgy a kompetencia határokat még látszik, hogy próbálgatja ez a cigányklub, hogy nekünk kell megoldani a társadalom, azt a problémát, amit a társadalom nem tud, vagy hogy van, mit csinálunk, mi vagyunk itt, és akkor mi történik, ha plakátot nem találja meg a szegény magá. Tehát ez egyrészt egy kicsit nekem vicces volt, másrészt rettenetesen szomorú ez a mondat, hogy mi lesz azokkal, akik ezt a plakátot nem találják meg, és el van a totál veszepesten, és ha megtalálják, akkor itt akkor is mi lesz a... Hú, az izgalmas egyébként. Két jelenet van, hogyha jól sejtem, a koncepciónak ez felel meg, vagy a kutatásnak, kemény kutatásnak, hogy van a téglagyári udvar, ahol ugye szegénység, és van a úgymond közös etnikum, vagy kultúra, nem mondjuk közös kultúra, tehát nagyon sokféle van, de ott meg az értelmiségi és a háromosztályos társadalmi különbsége szünteti meg a kommunikációt, mint hogyha ez így összeillene ez a kettő, de lehet, hogy nagyon kisarkítom ezt. Hát tényleg úgy tűnik, mintha a rendező ezt szerette volna hangsúlyozni, nem tudom. Az a lényeg, hogy 61-től nagyon erősen egy ilyen szociális problémáként tételezték, ez a cigányklub úgy kapott támogatást, de aztán a 80-as években jön vissza megint az, hogy a kultúrát támogatjuk, és a kultúra szerint próbáljuk meg definiálni a cigányságot, a szerint is. És aztán ugye a rendszerváltással ez a vonal még erősebb lett, tehát itt a kisebbségi önkormányzatokra gondolok, amelyek elsősorban arról szólnak, hogy a kulturális programjaikat megszervezzék, vagy adott esetben a kisebbségi oktatást, az adott nyelven való oktatást megszervezzék, és nem arról szólnak, ami táv kívülről úgy tűnik, hogy arról szólnak, hogy szociális ügyeket intézzenek. Tehát ők eredetileg ilyen kultúra csináló intézményi rendszer. Igen, tehát ugyanakkor pedig ebben a filmben, hogyha lehet mondani, akkor tényleg ez a modernizáció, tehát ugye ezek nagyon látványos jelentek, hogy így mondjam, mozgó lépcső, takarítógép, nem is tudom, ez a Csillivili pályaudvar, hogyha szabad egy kicsit kontextualizálni, volt a Sára cigányok, ugye 62-ben. Ott annak a filmnyelve úgy nézett ki, ott is meg a modernizáció és a archaikus közösségnek a dihotómiája, de filmnyelvileg úgy volt, hogy ott a modern mozgott, ugye, és akkor állóképek, szociofotók, a kamera is ugye végig svenkel a földkunyhók mellett, és tehát mintha az álló helyzet, a lemaradás és elrepül felettük a repülő, elhúz a vonat, nézik a cigány gyerekek. Itt viszont ugyanez a telep, ugye itt a fociznak, és a kamera követi, tehát itt tényleg, most csak így játszok ezzel, itt tényleg a mobilitásról tesz fel kérdéseket ez a film. Tehát nem feltétlenül lemaradásról, hanem tényleg én azt gondolom, hogy egy pozitív végkicsengése van. Nem tudom, hogy ez mennyire egy hurrá optimizmus, vagy mennyire tényleg egy
egy, azt hiszem, hogy, az, hogy példaadó, vagy megindító, vagy mondjam, csak a nézőnek ez azért nagyon megfontolandó gondolatokat, élményeket, elvihető élményeket, társadalomnak hasznos elvihető élményeket nyújt ez a film. Én nagyon megköszönöm Szilágyi Eszternek a szakértést, és akkor bezárnánk a ma esti klubot. A jövő héten nem én leszek, hanem Pólik József lesz az est házigazdája, és Vitézi László Békeidő című filmje forog. Várjuk szeretettel önöket ismét. Köszönjük!